Mellettem Panyik Zsombor és Kolozsvári Bruno. Zsombor az, aki már harmadik aranyérmét szerezte meg ezen az ORV-n. 2-1-es után ebben a párosban is győztetek 500 méteren. Gratulálok, Zsombor. Minek köszönhető, hogy ez most újra összejött, és hogy megismétlődött a magyar bajnoki döntő, ahol ugyanezt a párost ugyanennyivel vertétek? Hát az egész éves munkának köszönhető, meg az edzőmnek és az edzéstársaimnak. Aztán szerintem ez a saját erőnkön múlott, hogy ugyanígy sikerült. Bruno, egy tiszta győri párossal szembe csatáztatok ma is, a csapattársaid, klubtársaid. Mennyire nehéz, és miért egyértelmű, hogy neked Zsomborral kell együtt menni? Hát egyértelműnek nem egyértelmű, de mivel én mentem a Mitring Olivérrel 1000 méteren, ezért a 500 méteren a Tóth Gergőt választotta. Marad-e ez a páros? Mit gondoltok a hosszú távon? Hát majd meglátjuk, hogy a jövő mit hoz, de egyelőre jónak tűnik, úgyhogy szerintem marad így. Bruno, tőled meg kell kérdeznem, hogy a sportág örökös bajnoka, anyukád, a 20-szoros világbajnoknő, milyen szurkolónak csajranáta? Most erre itt mondják, jó. Minden versenyen ott van, szurkol. Ennyi. Tudsz segíteni? Tanácsokkal mondjuk? Persze, minden versenyet megbeszéljük, hogy mit kell csinálni, és próbálok figyelni rá. Köszönöm szépen, gratulálok, fiúk! Köszönjük szépen.